Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk tények, titkok mai műsorában, és ahogy a múlt héten megígértem, a újra vendégünk dr. Bányai Éva, az ELTE professzora, aki aktívan dolgozik ma is, és elsősorban daganatos betegeket gyógyít. Az előző műsorban, aki véletlenül nem látta volna, Bányai professzor arról beszél, hogy elsősorban a daganatos betegségeknek a fájdalom csillapítására használható a hipnózis, de arról is beszéltünk, hogy megelőzésként is lehet használni, hiszen nagyon sok esetben lelki eredetű a daganatos betegségek kialakulása, különösen a nőknél például a mellrák. Természetesen én azt gondolom, hogy a férfiak is érzékeny lelkűek, vagy legalábbis sokan közülük, és sok embert bosszant, vagy egyszerűen hát a pusztulásba visz, ha kirúgják, ha nem tudja eltartani a családját, ha nem tud megfelelni a társadalmi elvárásoknak. Azt gondolom, hogy egy nő legalább ki tudja magát sírni, és ezzel oldja a stresszt, de egy férfi számára ugye nem férfi a sírni, hanem nyelni kell a könnyeket, vagy éppen hülye macsónak kell tetetnie magát, holott hát talán az olaszos temperamentum, a jó nagy káromkodás és teátrális jelenetek jobbak lennének. Én azt gondolom, hogy ez is a viselkedésünk, a lelki minták hozzájárulhatnak a betegségek, meg egyáltalán az egészségünk kérdéséhez. Akkor, kedves Éva, arra kérném, hogy folytassuk még a daganatos betegségek a megelőzését és a hipnózis kapcsolatát, mert számomra azért az derült ki, hogy a hipnózissal megelőzni is lehetne a daganatos betegségeket, sőt, hát a gyomorfájdalmat, meg talán a szívinfarktust is, hiszen egytől fakad a két dolog, egyikbe se jó meghalni, infarktusba csak gyorsabban lehet a rákban, meg lassabban, de szeretném megkérdezni a véleményét arról, hogy daganatos betegségeken kívül például infarktus megelőzésre, stresszkezelésre is alkalmas-e a hipnózis? Igen, kiválóan alkalmas. Általában ugyanis segít abban, hogy ellazuljunk. És erre sok technika van a világon, tehát mondjuk a meditáció és a jóga is alkalmas erre, de többek között a hipnózis is nagyon alkalmas, méghozzá annak minden formája, tehát a hagyományos relaxációs hipnózis, mert az kifejezetten ellazítja a vázizomzatot, és így a különböző feszültségek csökkennek. De a hipnózisnak van egy aktivitás fokozó eljárással létrehozott változata is, amit annak idején pályám kezdetén, mindig úgy szoktam mondani, hogy pályám tavaszán én dolgoztam ki, és ma már nagyon elterjedt, az is kiválóan alkalmas, az egy aktivitás fokozással, tehát például egy kerékpár ergométer hajtása közben az aktivációs szint növelésével hozza létre, tehát mozgás közben jön létre egy szinte hát eufórikus, földobott módosult tudatállapot, és mind a kettő alkalmas arra, hogy csökkentse a stresszt. Ezt nem csak elméleti alapon mondom, nekünk konkrét vizsgálataink voltak, ahol mértük a szívritmust, a vérnyomást, a légzést, tehát olyan perifériás változókat, amelyek nagyon jól jelzik, hogy egy határon felül például a szívritmusnak az emelkedése át az nagyon veszélyes tud lenni. Tehát mindenképpen a feszültség csökkenésére, a szorongás, a tartósan fönnálló szorongás csökkenésére alkalmas a hipnózis.
A másik, tehát így például a különböző szív-érrendszeri betegségek megelőzésére. Ami a rákot illeti, ott szintén hatékony a stresszoldás is, de emellett még van egy nagyon fontos hatásmechanizmusa a hipnózisnak, ugyanis kimutatták egészséges önként jelentkező egyetemistákkal először, hogy az immunrendszernek az erősítésére is alkalmas. Megint, amit már említettem az előző adásban, ez a bizonyos HPA tengely, tehát a hipotalamusz, hipofízis, ugye agyalapi mirigy és mellékvese kéreg rendszeren keresztül a mellékveséből közvetlenül hatni lehet az immunrendszerre. És tudjuk azt, hogy a rák az azért alakul ki, mert az immunrendszer nem működik kellőképpen, tehát az immunrendszer alulműködése jellemzi a rákot. Nagyon sokféle hatása lehet az immunrendszer alulműködésének. Különböző külső kórokozókkal szemben is, hogyha alulműködik, akkor például jobban ki vagyunk téve fertőzésnek, hogy egy kicsit aktuálisan mondjam, az, akinek az immunrendszere nem elég erős, az most könnyebben elkapja ezt a koronavírus fertőzést. Ez egy külső kórokozó. A ráknál az a helyzet, hogy mindannyiunkban keringenek atípusos mutált sejtek, de ha az immunrendszerünk erős, akkor felismeri ezeket a sejteket, és létezik az immunrendszernek egy olyan tartománya, az úgynevezett természetes ölősejtek, amelyek elpusztítják ezeket a sejteket. Tehát hiába keringenek, itt mindannyiunkban keringenek ilyen atípusos sejtek, de mivel erős az immunrendszerünk, ezeket megöli ezeket a sejteket. Viszont ha gyengül az immunrendszer, akkor ez a természetes ölősejtek aktivitása is gyengül, és nem is ismeri föl az immunrendszer ezeket az atipusos sejteket, és nem pusztítja el, és ezért elszaporodnak. Először csak helyileg, és aztán pedig áttéteket képeznek a test legkülönbözőbb részében. Tehát a rák gyógyászatban két okból is igazán gyógyító jellege lehet a hipnózisnak. Az egyik az az, hogy a stressz csökkentésben játszik szerepet, a másik az az, hogy az immunrendszernek az erősítésében játszik szerepet. És van még egy áttételes szerepe is bizonyos rákfajtáknál, ugyanis kimutatták, hogy a tüdőráknál és különböző gyomor-bértraktus rákoknál a dohányzás nagyon káros, és a dohányzásról való leszoktatásnál is nagyon jól használható a hipnózis. Tehát így egy áttételesen, hogy a megfelelő magatartás kialakítását segíti. Úgyhogy közvetlen hatása is van, és áttételes hatása is van a megerőzésben. Igen. És hát nem csak a megerőzésben, hanem a gyógyításban is. Itt és még mindig ennél a témánál maradva, például alkoholról, kőkemény piálásról le lehet-e szokni? Ugye, hogyha dohányzásról le lehet szokni hipnózis segítségével, akkor mi az esélye annak, hogy egy kőkemény alkoholista megszabadul ettől a szenvedélytől, vagy drogos? Igen, általában a szenvedélybetegségektől meg lehet szabadulni hipnoterápiával, és egy nagyon érdekes dolog, amiről eddig még nem esett szó, hogy a hipnózis iránti fogékonyság az emberről emberre változik. Tehát nem mindenki ugyanannyira fogékony a hipnózisra, ezt standard módszerekkel mérni tudjuk. És amit az imént mondtam, hogy például fájdalomcsökkentés, vagy az immunrendszerre való hatás, ott a hatékonyság az annál erősebb, mármint a hipnoterápia hatékonysága, minél fogékonyabb az illető a hipnózisra. De a szenvedélybetegségeknél, az alkoholizmusnál, a dohányzásról való leszokásnál, a szerencsejáték szenvedélynél, mert most már ezt is mondhatjuk, ez is lehet egy szenvedély, ott nincs összefüggés a hipnózis iránti fogékonyság és a hipnoterápia hatékonysága között.
Azért, mert ott nem a hipnózisnak a disszociatív hatása az, ami hat, tehát hogy szétválasztja egymástól a különböző tényezőket, mint például a fájdalomnál, a fájdalom érzetet, hogy hol érzi azt az ingert, és a fájdalomnak a szenvedés aspektusát, tehát a disszociatív hatás, hanem itt elsősorban a hipnózisnak a társas támogató hatása az, amit hat. Ez is egy nagyon fontos eleme a hipnoterápiának, ugyanis kimutattuk, és ebben éppen a mi laboratóriumi vizsgálataink azt kell, hogy mondjam, hogy világviszonylatban hát első helyen álltak 1982-től, tehát majdnem 40 éve egy olyan paradigmában vizsgáljuk a hipnózist, ahol nem csak a hipnotizáltat regisztráljuk, nagyon sok élettani tényezőt, agyi elektromos aktivitást, különböző perifériás tényezőket, szívritmus, légzés, stb. Regisztrálunk, de ugyanezeket mérjük a hipnotizőröknél is. És kimutattuk azt, hogy egy nagyon érdekes összehangolódási folyamat az, ami létrejön nagyon rövid idő alatt hipnotizőr és hipnotizált között, és ennek az az eredménye, hogy még laboratóriumi körülmények között is, tehát egészséges fiatal embereknél, akik nem gyógyulás miatt keresik a hipnózist, még ott is létrejön egy olyan szoros kapcsolat, durván egy óra hipnózis után, ami csak a kora gyerekkori szülő-gyerek kapcsolat erősségére, vagy pedig valami nagyon intenzív felnőtt kapcsolat, tehát például a szerelmes kapcsolatra emlékeztet. És ez azért nagyon fontos, mert ahogy ugye tudjuk azt, hogy egy kis gyereknél nagyon fontos, hogy mit mond a szülő, hogy ezt tedd, azt ne tedd. Ha egy ilyen erős, úgynevezett archaikus bevonódás, ez a szakkifejezés, elnézést, hogy ezt használom, tehát egy ilyen ősi személyiség létegeket bevonódás jön létre a hipnotizáltban, a hipnotizőr iránt, akkor úgy hallgatja azokat a szavait, hogy tedd le ezt a cigarettát, mert ez egészségtelen, mint ahogy a gyerek hallgatja a szülőinek, a kisgyerek, itt most kisgyerekről beszélek, nem kamaszról, mert ott megváltozik, ott a kortárs csoport játssza ezt a szerepet. Tehát nagyon is bevethető a hipnózis a legkülönbözőbb szenvedélybetegségekre, még azoknál is, akik nem különösebben fogékonyak a hipnózisra. Itt egy kicsit határos ez a téma, a beharangozott politikus témával, tehát sok ember azt gondolja, hogy a karizmatikus vezető az elmegy egy tömeggyűlésre, és akkor ő hipnotizálja az embereket, vagy egy rockstar, hát Elvis Presley vagy a Beatles teljesen őrületbe vitte a hallgatóságot. De azt is szokták mondani, hogy vannak olyan színészek, hogy kimegy a színpadra, és az egész nézősereget a hatása alá vonja. Ennek van-e köze a hipnózishoz, vagy pedig ez csak ilyen képzelgés? Hát ez egy külön érdekes kérdés, a karizmatikus egyéniségeknek a kérdése. Tulajdonképpen én foglalkoztam ezzel azért, mert az aktív éberhipnózist, amit én dolgoztam ki, az antropológusok felfedezték, és ezt a sámánisztikus extázis laboratóriumi modelljeként apostrofálták, tehát én ugye a sámánok azok karizmatikus személyiségek voltak az első ősi vallásban, és emiatt én tanulmányoztam ezt a kérdést. A karizmatikus személyeknek a jellemzője az az, hogy roppant érzékenyek arra, hogy egy közegnek mi a nem is tudatos vágya. Tehát egy olyan személyiség, most vegyük a rossz értelembe vett karizmatikus személyiséget, mint amilyen például Adolf Hitler volt. Én nagyon sok felvételét tanulmányoztam, mert tartottam olyan kurzust az egyetemen, amelyben kifejezetten ilyen dolgokat elemeztünk. A
Az ő karizmájának az volt a lényege, hogy abban a hangulatban, ami ugye egy gazdasági válság volt, megérezte a tömegeknek azt a rejtett vágyát, hogy úgy szabaduljanak meg a válság terhétől, hogy valakire ráteszik, mint egy ellenségre az összes felelősséget, és ő kimondta ezt a tudattalan, tehát a tömegekben elfojtott vágyat. A karizmatikus személyiségek erre képesek, hogy megérzik ezt a rejtett, tehát nem tudatos vágyat, és ki tudják mondani, tehát tudatosítják. És hát őrjöngött ott a tömeg, vagy nézzük, hogy egy mostani példát mondjak, például Trump hogyan tudta megőrjíteni az amerikaiakat, ez döbbenetes, én dolgoztam Amerikában vendégprofesszorként, vendégkutatóként, az én számomra hát ez valami elképesztő, hogy egy olyan közegben, ami hát azért tényleg egy demokratikus közeg, és ahhoz vannak szokva az emberek, hogy döntsenek a sorsukról, hogyan tudta így fanatizálni a tömegeket, azért, mert most van egy válsághelyzet, és ebben a válsághelyzetben ő valami utat mutatott, mert egy válsághelyzetben mindig beszűkül a figyelem, az összes módosult tudatállapotnak ez közös jellemzője, hogy megváltozik a figyelem, vagy kitágul teljesen, vagy pedig beszűkül. Hát itt beszűkül a figyelem, ugye most van ez, mit tudom én, kijárási tilalom, ott is különböző korlátozások vannak, ez nincsenek hozzászokva az amerikaiak, és akkor jött egy ember, aki azt mondta, hogy de nem, igenis, menjetek ki az utcára, tehát mint egy felszabadította az ő rejtett vágyaikat, amik hát teljesen irracionálisak, mert annál nagyobb a fertőzés veszély, mint ahogy láttuk is, hogy Amerikában volt most a járvány alatt a legtöbb fertőzés a népességhez viszonyítva. Ugyanezt történt Hitler esetében is. Hát ugye az, hogy hogyan válik karizmatikussá egy személy, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert azért nem a semmiből lesz. Általában ennek tényleg sokat elemezték, és mondom, én magam is tanulmányoztam ezt, már eleve valamiképpen születéskor van valami megkülönböztető jegye. Ugye tudjuk például, hogy az Árpád-házi királyok sámán királyok voltak, és tudjuk azt, hogy ők 6 ujjal születtek. Tehát volt egy fölös csontjuk, ami kiemelte őket az átlagból. És általában a későbbi sámánok mondjuk vagy burokban születnek, tehát hogy nem átlagos. Emiatt a közösség kicsit másképp tekint rájuk, valahogy jobban odafigyelnek rájuk, kiemeltebben, nem úgy beszélgetnek velük, mint egy szokásos kisgyerekkel. Emiatt magányosabb lesz, és kamaszkorában a későbbi sámán, aki hát mindig egy karizmatikus figura, kamaszkorában nagyon magányossá válik, és többnyire átesik egy olyan identitás válságon, amiből, hogyha egészségesen jön ki, akkor megerősödve kerül ki, és képessé válik arra, mivel nagyon erősen magába mélyed, képessé válik erre, hogy tudattalan tartalmakat másokból felszínre hozzon és kimondjon. Nem tanulmányoztam Trump gyerekkorát, de Hitlernél felfedezhető ez az időszak. Ő ugye hát meglehetősen sikertelen volt festőként, és ez nyilván egy ilyen identitásválságot hozott létre, és ez érzékenyebbé tette, tehát ettől vált ő hát festősegédből, egy osztrák festősegédből egy ilyen karizmatikus vezetővé, akinél hát ha megnézzük a felvételeket, tényleg ott üvölt, hejl, hejl a tömeg, borzasztó látni is, de ez nem hipnózis, ez egy tömeges, szuggesztív hatás, anélkül, hogy hipnózis indukciót alkalmazni kéne, a tömegben mindig könnyebben szűkül be az emberek figyelme, a tömeg az mindig alkalmasabb arra, hogy elveszítse az önkontrollját. És hát ugyanez a rockkoncertekre is igaz. Sajnos már csak 6 perc maradt
az adásidőnkből. Remélem, hogy máskor még vendégünk lehet, de én úgy tudom, hogy a hipnózis az nem csak ember-ember között jöhet létre, tehát ember képes. Hát a Völgyesi professzor könyvét olvastam, vagy 30 éve, ő azt mondta, hogy tyúkokat is lehet hipnotizálni, tehát ember tud egy tyúkot hipnotizálni. Nem tudom, hogy ez igaz-e, tehát megvan-e ez erősítve. Völgyesinek ez a könyve, ez nemzetközileg is nagy port vert fel. Nagyon sok vizsgálat volt, a modern vizsgálatokat mondom ezzel kapcsolatban. Az, amit ő létrehozott például tyúkoknál, az nem hipnózis, az egy immobilitási reflex. A tyúkot, hogyha hirtelen a hátára fordítjuk, megmerevedik. De lényeges eltérés van a hipnózis hatása és az immobilitási reflex között, amit az állatoknál ki lehet váltani. Állatoknál nem lehet hipnózist kiváltani, ugyanis nagyon lényeges hozzá az a fajta tudati működés, ami a beszédhez kötődik, és ugye se a tyúk, se az oroszlán, ő ilyen állatokat is, vagy meg krokodilokat is, úgymond állathipnózissal immobilizált, de ez más. A mechanizmus is más, mert ennek a bizonyos immobilitási reflexnek a feloldódása sokkal gyorsabb, egyrészt, másrészt. Minél többször ismétlik, annál hamarabb vége lesz a hatásnak, ezzel szemben, hogyha a hipnózist egy kapcsolaton keresztül újra és újra létrehozzuk, annál hamarabb létrejön. Tehát, és nem egyszerűen egy ilyen mozdulatlanságot, megmerevedést lehet vele kiváltani, hanem nagyon differenciált hatásokat. Tehát például nagyon alkalmas arra a hipnózis, hogy régi emlékeket fel tudjunk idézni, amelyeket már nem csak, hogy elfelejtettünk, de szinte teljesen elnyomtunk magunkban, aztán különböző hallucinációkat lehet kiváltani. Mindebből semmi nem valósul meg ebben a bizonyos Völgyesi által állathipnózisnak nevezett jelenségben, aminek ma már nem állathipnózis a neve, hanem immobilitási reflex. Ez egy reflexes tevékenység, és nem hipnózis. Igen. Sőt, hát ugye olyan természetfilmeket is láttam, valószínűleg ez is teljes tévedés, de hogy egy ilyen polipszerű, lábas fejű a színeinek a megváltoztatásával úgymond a film szerint hipnotizálja az áldozatát, mereven csak nézi, aztán odaúszik hozzá, és ha bekapja, de hát valószínűleg akkor ez is csak egy ilyen trükk, de hát semmiképpen nem nevezhetjük hipnózisnak. Nem nevezhetjük hipnózisnak. Azt lehet, hát ugye a természetnek az adaptáció miatt nagyon sok olyan mechanizmusa alakul ki az állatvilágban is, sőt, hát még a növényeknél is, amelyek a túlélésüket elősegítik. Ez az ő túlélési mechanizmusa, az egyik túlélési mechanizmusa, ami kiválasztódott a természetes szelekció révén, hogy akkor, hogyha ő ezt a változást... De még egyszer hadd mondjam, hogy maga hát legalábbis a mi értelmünkben vett, tehát a modern értelemben vett hipnózis, az a beszéd nélkül nem képzelhető el. Ez is egy ilyen immobilitási reflex. Én nem láttam ezt a filmet speciál, tehát nem tudom, hogy konkrétan ez hogy néz ki, de ahogy így elmondja, ez szintén egy ilyen mozdulatlanság, tehát megdermedésre készteti. És azt tudjuk, hogy minden félelemkeltő ingernek három lehetséges hatása van. Ez a üs vagy fuss válasz és a megdermedés. Tehát ez egyike a félelemkeltés eszközeinek. Tehát ő így kelt félelmet, és speciál ez megdermedést vált ki, ami aztán oda vezet, hogy ő el tudja pusztítani azt a másik állatot, de ez nem hipnózis. Igen. Embereknél is létrejön ez a megdermedés, hogy stressz esetén egyszerűen csak lefagy. Velem is megtörtént már ez. Igen, ez spontánul kialakulnak módosult tudatállapotok. Nekem alkalmam volt ilyet személyesen átélni, akkor, amikor először jártam Amerikában, és megérkeztem New Yorkba, akkor éppen
Washingtonból vonattal, és éppen sztrájk volt. Na most ez azt jelentette, hogy a föld alá futott be ez a vonat, és nem működtek a mozgó lépcsők, és számomra elképesztő módon ott állt egy tömeg, és semmit nem csinált. Na most én nekem, ez éppen hazafelé jöttem, tehát nekem el kellett érnem a repülőgépet, és akkor kénytelen voltam azt mondani, hogy emberek, hát ez nem olyan vészes, azt kérném, hogy ketten vállalkozzanak arra, hogy fölmennek, és taxikat hívnak, mert a taxik nem sztrájkoltak, és mi pedig kezdjük el adogatni a podgyászokat fölfelé, és akkor utána pedig fölmászunk, és akkor ki fogunk innen jutni. És ez a megdermedt tömeg, pusztán attól, hogy volt egy ember, na most hát gondolhatja, én nem amerikai vagyok, akkor még eléggé akcentusom volt, mert először jártam akkor Amerikába, abszolút nekem british accentom volt, tehát nem amerikai akcentusom, tehát látni való volt, hogy nem odavalósi vagyok, és mégis pillanatok alatt ezt megvalósították, és, de hát ezt én nem hipnózisnak nevezem, ezt egyszerűen arra nevezem, hogy megrémítette ez a helyzet, ami nekik teljesen szokatlan volt, megrémítette és megdermesztette őket, és hát az, aki a dermedésből ki tudott jönni, én krízis helyzetben nagyon gyorsan reagálok, nyilván ezért tudok évtizedek óta hipnózist csinálni, mert ott elég sok váratlan helyzet áll elő állandóan, tehát akkor azt szerint cselekedtek, de én nem hipnotizáltam őket, csak egyszerűen segítettem nekik ebből a dermedtségből kijönni. Nagyon szépen köszönöm, sajnos az időnk nagyon gyorsan elmúlt és lejárt. A kedves Éva, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Remélem máskor is vendégünk lesz, mert ezt a témát éppen csak, hogy a felszínén elkezdtük feszegetni, még rengeteg érdekes, kibeszéletlen dolog van. A nézőktől pedig elbúcsúzom azzal, hogy legközelebb is egy érdekes témával jövünk. Én köszönöm a figyelmet, és mindig szívesen beszélek a hipnózisról, mert sajnos még mindig nagyon sok tévhit él ezzel kapcsolatban az emberekkel. Köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm, és a nézőktől búcsúzunk a viszontlátásra.